Kattints a tenyésztés, termékenyítés, inszeminátor teljesítmény menüpontra. Ezen menüpont alatt tudod figyelemmel kísérni az inszeminátor teljesítményét, de csak azt követően, hogy megadtad a szűrőfeltételeket és rákattintottál a sárga szűrés gombra. A táblában az alábbi szűrők segítik a könnyebb és gyorsabb keresést. Dátumtípus, itt tudod kiválasztani, hogy a dátummezőben beállított napon vagy időszakban a termékenyítés, vemhességvizsgálat, fialás vagy választás dátumára vonatkozóan szűrjünk-e. Dátum, vemhességvizsgált, ez a szűrő csak a termékenyítés dátumtípust választva jelenik meg. Telep, csoport és inszeminátor. Itt azon felhasználók neve jelenik meg, akik adatlapján a törzsadatok felhasználók menüpont alatt bepipáltad a dolgozó nevű mezőt. Ha minden szűrőfeltételt megadtál, kattints a sárga szűrés gombra. Az egyes oszlopok megnevezése melletti nyilakkal az adott oszlop szerinti sorba rendezésre van lehetőséged. A táblázat tetején található nyomtatás gombbal kinyomtathatod a listát, a mellette található export gombbal pedig lementheted azt Excel, CSV vagy PDF formátumban. Az export melletti gombbal pedig beállíthatod, hogy egy oldalon hány találatot mutasson a rendszer. A táblázat jobb felső sarkában található szövegdobozzal konkrét szövegrészlet alapján kereshetsz a táblában bármilyen adatra. A táblában egy adott csoport azonosítójára kattintva csak az adott csoporthoz kapcsolódó adatok jelennek meg, illetve a fenti csoport szűrőben is az adott csoport jelenik meg, mint kiválasztott opció. A megjelenő tábla az alábbi csoportonkénti és összesített adatokkal szolgál. Inszeminátor neve, inszeminátor által kezelt csoport azonosító száma, termékenyített kocák darabszáma, vemhességvizsgált koca darabszám, negatívra vemhességvizsgált kocák száma darabban és százalékban is kifejezve, vemhes koca darabszám, vemhesülési arány százalékban kifejezve, vemhességvizsgált kocák visszaivarzó darabban és százalékban is kifejezve. A kiválasztott csoport termékenyített kocadarab oszlopában megjelenő darabszámra kattintva egy külön ablakban megjelennek az adott csoport kocái az alábbi adatokkal. Sorszám, kocaazonosítószám, termékenyítési dátum, választástól az első termékenyítésig eltelt napok száma, összes üres napok száma, ciklusszám és visszabúgások száma.